Sziasztok! Uh, és szia itt a Instagram főnököm is igazgatom. éppen elment az előbb. Főnök asszony visszajön? Visszajön, hogy miért jönne vissza, természetesen. Szóval, a, aki nagyjából követi az oldalam, akkor látja, hogy a, a cica a kajcsik. Most ilyen ez mondom, hogy kalcsig, Na mindegy, tehát a, a főzi tudományom, illetve hát a nem le profi minőségű fotóim uralják a, az Instagram oldalam, ami most hogy milyen indítatásból indult annó, hát milyen mint mindenkinek a bármilyen közösségi oldalra, hogy főregisztel, és akkor miért nem volt a Facebookja, azt is hozzá kell tenni tehát még egy különálló platform volt, de hát most már már minden, vagy Google, vagy Facebook, tehát teljesen mindegy. Amiért indítottam ezt az oldalt, ugye, hogy egy kicsit a saját életemet, munkámat valamennyire mutogassam, próbálgassak, tesztelgessek rajta ezt, aztam, az, azt, ez főleg ugye a tavalyi évben, volt, hogy talán úgy éreztem, hogy intenzívebben állok az Instagramra, mert hogy fú, milyen menő, meg, meg mennyi lehetőség van benne, úgy érzem, későn álltam rá, illetve nem vagyok egy influencer típus, most, hogy kinézek már, bocsánat mindenkitől, de <laughs> már mindjárt elmondom, hogy miért ilyen. A lényeg a lényeg, hogy nem nehéz videózni, Na most elég csapzott is a fejem, meg mondjuk a magam kis telefon állása sem a legideálisabb, de mi még rosszabb, inkább visszateszem el, így. Ja, tehát a lényeg, hogy a hétköznapjainknak a fő témája lennél engem, és az az COVID-pozitív lettem, hála a jó égnek. Ez sajnos a mi munkánknál elkerülhetetlen szinte már, mert már egyszerűen nem bírunk mi se napi szinten rohangálni, de hát az élet nem áll, meg menni kell. Emberekkel találkozunk, járunk ide-oda, úgyhogy persze mondhatjuk, hogy üljünk a segünkön, aki megteheti, tegye meg. Aki tud homofizba dolgozni, az dolgozó homofizmus most jelzem, hogy most tényleg pillanatban én is homofizba fogok dolgozni. Hát aki meg nem, az meg vigyázom magára. Tehát elért a COVID, úgyhogy uh, lényegében ez lesz a mostani videónak uh, um, apróbb témája. Uh, mivel nem, nem szoktam ugye videózni, majd egyszer talán, hogyha minden jól megy, akkor és kicsit összeszedem magam, meg mindenre tudok időt szakítani, akkor a um, ilyen insta marketingtől kezdve. Fotózásra téma körülbelül csinálok én is egy pár tucatnyi videót, mert ugyan miért nem, mert mindenki mindenbe ki van képezve, rohadt okos olvasok ugyanazokat az anyagokat, és ugyanezt a sablondumákat nyomjuk le, de hát ki milyen okosabban, ki milyen bölcsön teszi, ki a saját céljára, ki segítő szándéka, mindenki döntse magának, olyan nincs, hogy valaki teljesen így a világ megsegítésére csinálni, bármit is, tehát mindenkinek van valamilyen célja, ezzel természetesen hát, hülyeség cél nélkül egyáltalán az interneten fönn mozogni, bármilyen közösségi oldal is legyen szó. Szóval, na, de visszatérve a lényegre, Covid, ó, de jó, hogy mi, élsz? mi élsz pontosabban, mik a tünetek, hát szerintem 8 millió oldal találtok, fölmentek, beüditek a Google-ba, hogy koronavírus, tünetek, enyhülés, stb. Találtok annyit, hogy az emberek már abba fájdul meg a feje a legalapvetőbb, legegyszerűbb információkon át, aztán itt a, világvége összeesküvéseken keresztül mindent, hát na, azok a legjobbak egyiket a világvége összeesküvések. Nem azt mondom, hogy lehet, hogy van valami, valaki vagy valami, de nem tudunk ellen el, el, valamit csinálni, már bocsánat. Tehát, ha még valakinek igaza is van, és és vírus legyen, az mit tudsz fel csinálni? Semmit. Kísérlet. mit tudsz fel csinálni? Semmit. Egy dolgot tudsz csinálni, hogy ha egy kicsit észnél vagy, lehet, hogy rohadt erős, fú, de kemény, fiatal ember, fiatal csaj vagy, mert még 10 éves vagy, 20 éves vagy, téd a világ, azt is, keményen, én is ilyen voltam, mindenkit és mindenhol és mindenhogy, már hogy az ember halhatatlan, mert a világ, nem szeresen, amíg át nem ilyen valami nagyobb katasztrófa, de azért jelzem, hogy sokunkat ledönti, elég keményen, tehát én 30 pluszos vagyok, már lassan közelebb a 40-hez, de még azért oda egy pár évet meg kellene élni, hogy a negyedik szemet emet betöltsem. Szeretném hozzáteszem, tehát nem egy ilyen vírusnak a sződményei vagy következményei miatt szeretnék elmenni. Ez tényes való szerintem senki sem. Talán ide lenne kicsit komolyabban menni. Aztán mondom, hogy én nem vettem komolyan, de az lehet, hogy a elmúlt időszakban én is egy picit Igazából vettem pár szabályt, mert az ember már a Tehát mehetett már egy év lassan, amióta mindenféle korlátozás elindult ö, mindenhol. Mert hogy ezeket a hiedumákat, hogy orban találtak ki az egész vírus, meg nincs is vírus, ami jó van, gyerekek. Tehát vegyétek be a gyógyszereteket, semmi gond. Bevetitek a gyógyszereteket, feküdjetek le, pihenjetek és kerüljetek el a vírus, mert aztán utána meg a amilyen őrültsége is megy a, a őrütsége, nyomjátok, hogy amikor baromságról van szó, meg itt az Orbán ki akar mindenkit véreztetni, akkor ugyanaz a nagy lendülettel, majd körülbelül ott fogtok kinnállni egy táblával az utcán szétcsúszva, szétcsúszott fejjel, és akkor nyomjátok, hogy világvége van, világvége van, világ van. lenne? Hát mert ennyi a ti agyatok körülbelül. Tehát nem tudok mit mondani rá sajnos, csak olyan ismerősöm van, aki oszt mindent, én is szeretem az összeesküvési de megyünk már egy picit komolyabban. Az ember elkaphat influenzától kezdve több száz olyan vírus van, amitől igen komoly megfázási szenvedhetők, szenvedhetünk, és azért valójában őszintén egy tüdőgyulladás, egy komolyabb influenza önmagában is kicsinálhat. A védőoltásoknak is megvan nyilván az a fajta hatékonysága, meg százaléka, ami van az a hiba határ, hogy a a az ember bizonyos közömmények között elmegy ez egy új vírus, már számunkra új, a világnak új, a világ közvéleményének, lakosságának új, effektív új, ugye COVID-19, tehát 19-től került a köztudatba, reméljük, hogy tényleg csak akkortól és nem egy korábbi terv részei vagyunk, és akkor itt az összes kísérletet most be De a lényeg, hogy valahogy le kéne ezt a szart végezni és túl kellene lenni. Na most, hogy hogy kell lefékezni? Önkéntes mindenki számára. Tehát eldönthető, hogy szeretne védőoltást, szeretne most egy kis Covidot, tehát hogyha valaki úgy szeretne ott a testeket, én nagyon szívesen adnék egy kis vírus, de hát ugye akkor az a ö, magam is lényegében nem azt mondom, hogy bűncselek, mint követni kell, de elég tisztesség, tisztességtelen és eddig átlan lennék, és nem is lennék olyan szemét láda, hogy most valakit így direktbe alcon köhögjek, prüszköljek, vagy egyéb, hogy most átadjam a koronát, de van egy-két ember, aki hozzáteszem megérdemelni, hogy egy Pár napig azért mondjuk hülye legalább elküldző, és akkor gondolkodjon rajta, hogy most ez most mitől is van, de hát mondjuk azt a tök mindegy mód is kitalálna valami másra, mert miért ne. A oh, lényeg a lényeg, észnél kell lenni, és fel kell készülni. Miért is mondom, hogy fel kell készülni? Mert ugye, ha elkaptad, akkor jön a házi karantén, és akkor most már mindenki csinál karantén blogot, úgyhogy én már elveszem, hogy karantén blokkot fogok csinálni, miért is ne. Szóval, ha még lesz hangom, a tülőmet nem fogom kiköpni, akkor néha-néha egy-két videós bejátszást azért gondoltam, hogy miért csinálok, miért is ne, legalább én is untatok másokat, egyáltalán valakik lesz, hogy mert megnézi, mert most éppen nézem, hogy már 8 perc 43-nál tartunk. Szóval, pár dolgot azért el fogok mondani, hogy mivel érdemes felkészülni. A lényeg, ami, ami talán így első körben nagyon fontos, tározatok be vitaminokkal. Tehát a, amit én most azonnal kaptam, Miután kiderült, hogy pozitív vagyok, hogy D-vitamint szedjek, minimum 3000 egysényit, lehet enni többet is, de azért arra figyeljetek oda, hogy mi az a napi limit, hogy mondjuk kilogramonként ajánlott, mert mit tudom vitaminoknak is vannak bizonyos hatásai, de olvasodok utána, és akkor lehet meg inkább orvosra tehát De orvos a legjobb, hogyha korrekt az orvostok, akkor elmond minden. C-vitamin, C-vitamint azt tóhatjátok, maximum a egy picit megpiszkálja, de az se egy olyan vészes dolog, osszátok be, be, tehát azért 3 4 ezer egy nap lehet, hogy elmegy. akinek kell vérhigító, majd, hogyha beleesik, az, 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 az szedje, mert mondjuk azt Aspirin Protect az, ami, ami, ilyenkor talán előít, illetve hatékony lehet. Uh, azt mások, pipát használjátok ki, ja, és én is azt más vagyok. Tehát pipa használat. És pulzoximéter, mindenki pulzoximéter szerezetek be. Nagyon fontos. És uh, szerintem most uh, lassacskán így abba fogom hagyni, mert uh, 8000 dolog lenne, amire érdemes uh, lehet gondolni. Uh, köztük arra is, hogy uh, Na, tehát vécipapír papír legyen, mert sok vécipapír, papír jó. Azt gondolom, az itt mindenkinél van alapból, tehát nem kell itt fővásárolni a féleteszkót, mint ahogy mondjuk ott a tavasszal, hogy bementetek a Tesco, és csak valaki látta, hogy egy egész kosárnyi WC papírtól. kell, de szerintem én neki mi mindig van. Tehát ugye a tavaly tavasz időszakból köszönjük szépen, akkor mi meg alig találtunk. Úgyhogy remélem azért ami kitart neki. Ugyanez a lisztesekre is igaz, az remélem, hogy nem rohadt rá, mert azért kár, hogy annyi lisztet ki kellett dobálni. Tehát nagyon sok folyadék, sok vitamin, ha nem gáz a vérhigító, akkor elvileg az is valamit segít, de lehet, hogy az inkább elég, hogyha ha véletlenül mégis beleesnétek. Uh, ugye a pulzoximétert pár ezer forintért lehet kapni. Most aki nem teheti meg nyilván, most nem azoknak ajánlom, mert nem biztos, hogy mindenki ki tud dobálni x ezer forintot, de mondjuk már 3-4 ezer forintot lehet kapni, olyat, ami 95%-os biztonság a véroxigén szintet mutatja. Hogy a véroxigén szintnek a figyelésem nagyon fontos. A normál érték az 95 és 100 között van, tehát 96 száz az, amire ami azt mondja az ember, hogy az, az teljesen normális minden embernél. 91-95 között is normális, ott már valami gond adódik, de hogyha tartósan 90 alá csökken, ott már kevesebb oxigén jut a véráramodba, tehát ott már akkor a tüdőkapacitásoddal valami probléma van ott már nagyon fontos, hogy mondjuk csináljanak a tüdőröntgent egyebeket. Na, és akkor itt kerül szóba az a pont, ami most úgy az egészségügyünk helyzetét viszi, tehát túlterhelt. Egész világon túlterhelt, tehát azt mondjuk azt, hogy azt mint ez a magyar egészségügy, az Orbán stadionok helyett, miért nem költött még 5-6 kórházza emberkel most respekt a béremelések előtt, bár ez el fog mindent megoldani, mert uh, hirtelen olyan évtizedes problémákról van szó, tehát nem csak az elmúlt tíz évről, mert mindenki szereti az elmúlt tíz évet, jó, ez persze vicca, lehet mondogatni, de mondjuk mint édesanyám, aki orvos volt, és akkor azt hozzáteszem, hogy 2000 környékén, amíg az első Orbán kormány nem hozta be az 50 ezer forintos minimálbéremelést, és azóta ez orvosként nem keresett meg annyit, tehát uh, annyit még, annyira még emlékszek, tehát nem vagyok annyira öreg, de annyira fiatalsak voltam akkor, hogy emlékezzek, hogy, hogy a drága volt uh, Hon kormány idén, aki nem tudja ki volt az egészségügyi missz, behozták ezt a, az egészségügyi bétésrendszert, és milyen szinte kiszolgáltatottak el, tették a házi orvosokat, és hogy milyen buzi egy pontrendszert, finanszírozási rendszert hoztak be, magyarán az út célén lettek hagyva, elég durván. Tehát ahhoz képest most áldásos a helyzet, csak hát nyilván sokan már nincsenek az orvosi szektorban, akik arra emlékeznek, akik meg már olyan időskénként beragadtak a, a a rendszerbe, ő, nekik meg nyilván akkor a hogy akkor se boldogok, tehát most tök mindegy, hogy mennyire emeljük nekik a fizetését, hogy mennyivel több fizetést kapnak, nem, szóval boldogok, mert mi lenne boldogok, amikor sokkal nagyobb a teher. A nyugati elszívás meg ment régen is ment, nem kell eu tagság, csak az EU-s tagság úrosokat könnyített arra hogy el lehessen menni. Ma, ugye egy nagy közös hatalmas, happy, happy, happy európai közös piacka vagyunk, meg egy közös munkaerő államlási piacka, tehát így ez nagyon jól jött az Európai Uniónak, hogy el lehet szipkázni így a kelet-európából a friss munkaerőt, tehát miért is. Tehát uh, nyugaton ezért tapsolgatnak, uh, aztán itt ezért elég álságos, hogy amikor a nyugatbarát uh, mondjuk most ellenzéki politikusok, akkor itt azért a kommentbocsánat az ő és, de tudjon az út, és ez mindig is ez, vannak évtizedes lemondások, amiket varázsütéssel nem lehet behozni. Bizonyos számlatok javulhatnak, de azért vannak olyan szintek, amiket nem lehet. Maximum akkor nem behozni őket, hogy meg óra nagy megtorpanás Tehát mondjuk Németország, Ausztria, Franciaország, Anglia, mindenki leállna. Mondjuk egy minimum egy tíz évig, és akkor utána lenne időn behozni őket. De akkor még ők mennének tönkre, úgyhogy hogy, hogy érdekesebb egy világ lenne. Tehát mondjuk a nyugat is összeomlik, akkor kelet is menj utána. Tehát ez egész világra igaz, egy dominó minden. De a lényeg, vigyázzatok magatokra. lehet, hogy egy kidologgal majd bejelentkezek néha. A lényeg, hogy próbáljunk meg odafigyelni másokra is. Na, pá